Nemrég került megrendezésre a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság által szervezett beszerzési konferencia. A magyar ellátási lánc szakemberei, logisztikusok, beszerzők és vezetők együttesen keresték a szakterület egyik legsürgetőbb problémájára választ, mégpedig az alapanyag hiányra. Érintett ebben az acél is, mely többek között a fröccsöntő szerszámgyártás elengedhetetlen kelléke. De hogy pontosan mi is volt még ennek a konferenciának a célkitűzése, milyen kérdésekre keresték a választ, és hogy születtek-e megoldási javaslatok, azt már Varga Rihárd Attilától kérdezem, aki az EGS Mérnök Iroda Kft. Tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mi volt tehát kimondottan ennek a célja, ennek a konferenciának, és ez mit jelentett, kik vettek ezen részt, magyarok, vagy pedig voltak azért olyan külföldről érkező szakemberek is, akik esetleg a saját tapasztalataikat osztották meg? A maga a konferencia kifejezetten a magyar beszerzői társadalomnak jött létre. A fő célja az volt, hogy az ipar szereplői és a beszerzői társadalom között egy ilyen folyamatos kommunikáció elinduljon. Ez már évek óta megy ez a konferencia sorozat. Talán most nagyobb érdeklődést mutatott a beszerzői társadalom, mivel elég sok probléma és feladat adódik az ellátási láncokba. Leginkább ezekről volt szó a konferencia keretében. Ez a probléma, vagy ezek a problémák, amik felmerültek itt, ugye egyértelműen az alapanyaghiány, amelyre ugye utaltam is a felvezetésben, ezt mondhatni azt, hogy a háború kitörése felerősítette, tehát már benne volt egyébként is a levegőben, vagy pedig ez egy újonnan jött olyan terület, amelyre megoldást kell találni? Alapjában véve voltak előjelek arra vonatkozóan, hogy több az ellátási láncokban lehetnek turbulenciák. Ezt a COVID talán egy kicsit felszíne hozta az elmúlt években, amit még a beszállítói láncok tudtak kezelni, de az idei év elején a háború és a háború okozta turbulenciák gyakorlatilag az acélellátásba, ezek ráeszkaláltak ezekre a már eddig sem jó piaci helyzetekre, és mi azt látjuk, hogy gyakorlatilag Európa két legnagyobb acélimportőr országa ugye egymásnak esett sajnos, és emiatt nagyon sok acél hiányzik a piacról Európába, amit próbál valahogy az ipar kezelni, de nem látjuk azt, hogy rövid távon erre bármilyen megoldás egyáltalán látszódna a piacon. Tehát gyakorlatilag a piacellátást Ukrajna és Oroszország végezte eddig. Ukrajnában nyilvánvaló ugye, hogy azok az pusztítások, amik ezeket a gyárakat megszüntették, vagy ezeket az előállító egységeket, ez természetesen a kérdésre választ ad, viszont Oroszországból miért jön akadozottan az ellátás? Ez egy nagyon jó kérdés, erre ugye nincsenek pontos adataink, de szerintünk egyfajta ugye a kialakult embargó hatása miatt kisebb a szállítási volumen, és mi azt várjuk a piacon, hogy ez folyamatosan csökkenni fog a nemzetközi politikai helyzet miatt, hiszen ezzel próbálja meg a világ Oroszországot talán jobb belátásra bírni ebben a kérdésben, ami egy oldalról ráeszkalál arra a problémára, hogy Ukrajnában gyakorlatilag az európai acélellátás 25-30%-át adó termelési központ leállt, és valamilyen szintű károkat szenvedett. Ugye ezt nem is tudják még a szakemberek felmérni, hogy milyen gyorsan lehet ott egyáltalán újraindítani az acéltermelést, hogyha lehetséges, és hogy egyáltalán mikor kerül sor ennek a felmérésre és újraindítására. Ugye ez nagyon nagyban fog attól függni, hogy mikor csillapodik le ez a helyzet, és hogy a rehabilitációja ezeknek a termelési központoknak mikor kezdődik el. Az acélhiány milyen területeken okoz fennakadásokat, csak hogy értsük ennek a jelentőségét? Amivel mi a hétköznapi életünkben találkozunk, az egyedi gyártóeszköz gyártás piacán, ugye mi fröccsöntő szerszám gyártással foglalkozunk, ezen a piacon mi azt látjuk, hogy lassan nagyon sok projektben nem az a kérdés már, hogy,
hogy milyen áron tud az ember beszerezni a célt, hanem hogy egyáltalán van vagy nincs adott a cél a piacon. Ez az, amit mi a hétköznapi életünkben látunk, de látjuk azt is, hogy az építőipari piac, akár a vasszerkezetek gyártása, az egyszerű de kivitelű a célok, tehát nem a meleg alakító szerszám a célok, ott is sorbanállás van adott boltoknál, vagy egyáltalán készlethiányok alakultak ki, ezekre próbálja a piac a megoldásokat valamilyen szinten jelenleg keresni, de még nem látjuk azt, hogy ezt a hatalmas termelés kiesést ezt milyen úton, módon lehetne visszahozni a piacra. És mellékzőnyeként ugye a hulladékvas és azok a technológiákba kialakuló másodlagos forgácsok ára is nagyon-nagyon felment a piacon. Csak egy összehasonlítást kép, most jelenleg annyira lehet forgácsot eladni a piacon, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt acélt vásárolni. Tehát a keletkező selejtet olyan áron lehet eladni jelenleg. Említette, hogy azért itt a megoldás területén még vannak hiányosságok, és vannak olyan területek, amikre nem biztos, hogy tudnak még egyelőre választ adni, viszont vannak-e már e tekintetben előrelépések, vannak-e olyan tervek, vannak-e olyan reménysugarak, amelyeknek következtében akár lehet orvosolni ezt a problémát? Igen, mi például egy olyan üzletmodellt hoztunk a piacra, hogy azt mondtuk, hogy ahol még nagy volumenben lehet acélt vásárolni jó áron, és talán már a szállítási költséggel is olyan árszínvonalon lehet behozni Magyarországra, hogy érdemes vele foglalkozni, az Kína. Nekünk az üzletmodellünk alapja az, hogy mi itthon tervezünk, tehát a nagy hozzáadott értékű folyamatokat itthon tartjuk Magyarországon, de a kis hozzáadott értékű folyamatokat kiszervezik Kínába, és igazából így mi a kínai acélellátással például tudunk egy olyan opciót felmutatni a mi piacunkon, ami gyakorlatilag a folyamatos üzletmenetet tudja tartani. Én úgy látom, hogy ezek az alternatív vonalak és kreatív megoldások lesznek azok, amik előtérbe kell, hogy kerüljenek a piacon ahhoz, hogy az ellátási láncok gyakorlatilag folyamatosan tudjanak működni. Az idei évben biztos, és hát abban reménykedünk, hogy talán megoldódik ez a helyzet, de mi még arra fogadunk, hogy a jövő évben is kell, hogy ezek az alternatív vonalak működjenek a piacon. Biztos vagyok benne, hogy egyébként az előttünk álló időszak igencsak megmozgatja azokat az agytekervényeket, mert hogy szükség van az innovatív ötletekre, szükség van az újításra, szükség van azoknak az alternatív útvonalaknak a megtalálására, a felfedezésére, kikísérletezésére, ami kapcsán gyakorlatilag azok a problémák megoldódnak, amelyekről akár most itt beszélgettünk a Spice-ban is, ugye az alapanyag hiány, ami nem csak az acél tekintetében, hanem sok más tekintetben jelentős már most itt Magyarországon is, de Európa más országaiban is. Varga Rihárd Attilával beszélgettem, aki az AGS Mérnök Iroda Kft. Tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen, és szép napot kívánok!